keményen! Hogyan is lehetne másképp hozzáállni egy Eurókupa döntőhöz? A Ferencváros vízilabda csapata 20 év után készülhet újra nemzetközi fináléra. Már döntő hangulatban vagyunk, de tudjuk, hogy a Szeged meccs az nagyon fontos nekünk, hogy fixen tartsuk a negyedik helyünket a középszakaszban. De természetesen már a héten sokat gyakoroltunk a Nagyváradból is, de most igazából egyszerre, ritkán csinálunk ilyet, de egyszerre két meccsre készülünk. A zöld-fehérek vezető edzője már a Hercegnovi elleni elődöntőt is háborúnak nevezte, a helyzet pedig a Nagyvárad elleni oda-visszavágós fináléra csak fokozódik. Azért ezt egy picit mind a háború mellett élveznünk is kell, ezt a pillanatot, és azért azt meg kell mindig őriznünk benne, hogy azért ez egy játék, és úgy is kell hozzáállnunk, amellett, hogy azért ez egy háború lesz. Erről álmodoztam, mondhatom, ugye itt nevelkedtem már 3-4 éves korom óta, itt vagyok apukámmal, testvéremmel. Ez volt az álmunk, mondhatom Simonnal, úgyhogy ez még egy plusz dolog, azon felül, hogy egy Európa-kupa döntőt játszunk. Szerdán rendezik Nagyváradon a fináli első meccsét, melyre a felkészülés sérülések nehezítik. Varga Dániel vállán például még ott vannak a zöld tapaszok. A vállam nem 100%-os, tudok vele edzeni, egyre több részfeladatot tudok megcsinálni. Ma már gyakoroltam is a srácokkal. Egyéb iránt a zöld szín természetesen nem véletlen, mert választottam volna másikat is, de ez a leghatékonyabb. És az a terv, hogy a csapat rendelkezésére álljak legkésőbb szerdán. Az viszont biztató, hogy a fiatalok is bevethetőek. Fogel Soma például az elődöntő visszavágóján kapott lehetőséget a zöld-fehérek kapujában. Nekem nagyon nagy öröm volt ezt látni, hogy ezek a fiatal játékosok így fejlődnek, és egyre nagyobb szerepet tudnak vállalni. A tervek szerint már az első mérkőzés én védem, szóval úgy készülök. Már elkezdtük videózni őket, elemezzük a játékukat. Személy szerint ugye én a lövőket nézem, külön megvan az anyagom, amit nekem kell tekintenem a lövőkkel kapcsolatban. Mezőnyátékosok pedig felkészülnek a kapusról, hiszen egy olyan kapusról beszélünk, aki felnőtt válogatott szinte minden lehetséges versenyt megnyert, szóval fel kell kötni nekik is a gatyájukat. De nem csak azért lesz nehéz bejutatni a labdát Gojko Pietlovics kapujába, mert egy olimpiai bajnok szerb pólós védi majd, hanem mert új labda debütál a fináléban, amivel egyelőre még csak barátkoznak a fradi pólósai. Ismerkedek vele, de nem vagyunk olyan nagyon jóban, még egy-két udvariassági kört meg kell tenni. Például örülnék, ha 10 paszban mind a 10-nél a kezemben maradna. Hát ez van. Vannak tényezők, amikről nem mi tehetünk, viszont megpróbálunk minél hamarabb alkalmazkodni hozzá. A Fradi idegenben előnyt szerezne az április 5-i visszavágóra. A cél ugyanis, hogy újabb kupagyőzelem kerülhessen fel a dicsőségtáblára. És hogy ez sikerül-e, az természetesen nálunk itt a Digisporton láthatják majd.